Köszöntöm nézőinket! Önök a Szeged Televízió regionális egészségügyi magazinjának 2021. évi 18. adását látják. A diagnózis mai adásában vedégemmel arról beszélgetek, hogyan hasznosulhat a translációs medicína a betegellátásban. Bemutatunk egy olyan új módszertani könyvsorozatot, ami segítheti a minél hatékonyabb korai fejlesztést. Az Ormos Intézet kisfilmje pedig a mágneses kezelések lehetőségeiről szól. Tartsanak velünk! A translációs medicina az alapértelmezés szerint az alapkutatások és a klinikai kutatások eredményeinek, bővebben pedig mindenféle kutatási eredménynek mi hamarabbi visszajutatása a betegellátásba. Magyarországon az első ezen az elven működő intézetet a Szegedi Hegyi Péter professzor hozta létre Pécset. Eredményeikről nemrégiben a Nature Medicine-ben jelent meg egy cikk. Erről is beszélgetek a professzor úrral, köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a... Nézőket. Még mielőtt rátérnénk a modellre, kezdjük azzal, hogy hatalmas szó, hogy ez a cikk megjelenhetett a Nature Medicine-ben, hiszen ha jól tudom, eddig csak kettő magyar cikk jelent meg ebben a szaklapban. Igen, hát azt lehet tudni, hogy a Nature Medicine az a világ egyik leglangosabb folyóirata, ahol olyan közleményeket jelentetnek meg, amelyek nagy valószínűség szerint komolyan tudják, nagy mértékben tudják az egészségi állapotot, a betegek egészségét javítani. Ez általában vagy egy alapkutatási eredményről szól, ami egy várható hasznosulása amiről hál' Istennek azért magyarok már publikáltak, többek között a Szegedi Biológiai Kutatóközpontból Víg László professzor, illetve Fraj Tamáséknak is volt a 2007-es években a Kokiból Budapesten ilyen közleményük, és hát nagy öröm számunkra, hogy ez ugyan nem alapkutatás közvetlenül, hanem egy, a kutatási eredmények hasznosításáról most 2021-ben a Nature Medicine folyóirat úgy döntött, hogy az eredményeink nagy mértékben tudják a lakosság egészségi állapotát javítani, ezért nem csak lokálisan, ugye kisebb újságokban, hanem a világ számára ezt, mint egyik legrangosabb újság elérhetővé teszik. Hatalmas elismerés ez ilyen szempontból is. Térjünk rá magára a translációs medicinára. Mit jelent ez pontosan a gyakorlatban? Hogyan kell elképzelni? Egy beteg hogyan tud ebből bármit hasznosítani? A translációs medicina lényege, ahogy a bevezetőbe is említette, hogy a kutatási eredmény, amikor elkészül, akkor az visszakerüljön egyből arra a helyre, ahol hasznosításra kerül. Ez pedig nem más, mint az egészségügyben ugye a beteg, vagy ha prevencióról beszélünk, akkor a lakosság is ide tartozik. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy GPS-t, amit észre se veszünk, de az a translációs medicínának egy gyönyörű példája lenne, ha nem közlekedésben, hanem egészségügyben lenne, hiszen az ülünk az autóban és a, a fölfedez a rendszerünk ugye az adatgyűjtés során az, hogy hol vannak a balesetek, hol vannak az útzárak, de nem az történik, hogy majd később valaki kirak egy táblát, hogy erre fele ne menjünk, hanem azonnal visszajön az autónkba a térkép, és gyönyörűen kirajzolja, hogy merre menjünk ahhoz, hogy a leghatékonyabban, leggyorsabban, legkevesebb költséggel el tudjunk oda jutni, akarunk. Tehát az adatgyűjtés pillanatában már meg is van a megoldás arra, hogy hasznosítani tudjuk az adatot. Az egészségügyben óriási mennyiségű adat keletkezik a napi ellátásban, vagy az alapkutatásból. Talán a legjobb példa erre, hogy 1,4 millió közlemény jelenik meg naponta, a, vagy bocsánat, nem naponta, hanem 1,4 mm. millió közlemény jelenik meg évente az újságokba, iszonyatos mennyiségű adattal. Ez nagyon sokszor 10-20 év, mm. amíg visszajut a beteg ellátásba. De mi az oka, hogy ilyen sokára? Hiszen egy laikus azt gondolhatná, hogy valamit felfedeznek a kutatók, akkor az rövid időn belül, mondjuk egy éven belül hasznosul az egészségügyben és alkalmazzák a gyakorlatban? Ennek nagyon sok oka van. Az egyik oka az, hogy két külön tábor foglalkozik a, a, a GPS-nek úgymond a két oldalával, vannak a felfedező kutatók, akik az adatokat generálják és az adatokat gyűjtik. Őket addig érdekel általában a kutatás, amíg leközlik. Tehát egy kutató általában van egy jó közleménye, akkor elfogadták, pesgőbontás, ünneplés, és bekerül a polcra, és rögtön azon foglalkozik, hogy mi még újabbat kéne felfedezni ahhoz, hogy, hogy megint legyen egy közleménye, tehát ő addig foglalkozik a kérdéssel, amíg fölkerül a polcra az anyag. Erre szokták uh, újabban mondani, hogy minden dolgot kétszer kell föl fedezni ahhoz, hogy hasznosulás legyen belőle, hiszen a polcról pedig egy teljesen más embereknek kell ahhoz levenni, hogy ez hasznosuljon. A probléma viszont nagyon sok helyen van, ami miatt ez lelassul. Nem ugyanazt a nyelvet beszélik a kutatók, és az egészségügyi ellátásban levő orvosok, a kommunikáció nem mindenki fele történik, betegek, orvosok fele, biztosítók fele. Tehát rengeteg akadály van, és mivel igazából nincs fölkarolva ez a terület, ezért ma el lehet mondani, hogy a legtöbb kutatási eredmény az bizony a polcokon marad. Hogyan oldaná fel ezt a problémát Hegyi Péter és a Translációs Medicina? Hát ezt egyik nagyon jó a kérdés, egyébként ha tudnám rá a választ, akkor, akkor még egyszerűbb lenne. Azt azért el lehet mondani, hogy mivel rengeteg akadály van, egyetlen egy módszerrel, egyetlen egy döntéssel nem lehet ezt megoldani. Nagyon-nagyon sok helyen kell változtatnunk, a GPS-nek úgymond azon az oldalán, ahogy a térkép kirajzolódik, tehát a kutatási eredmény fölfedezésétől odáig, hogy visszakerüljön a betegellátás, majdnem minden ponton változtatni kell. Talán az egyik legkiemeltebb pont az oktatás, hiszen ma, ha valaki elvégzi az orvosegyetemet, és elkezdődik neki az egészségügyi szakirányú képzése, többet neki tudományjal foglalkozni nem kell, hanem az, hogy az orvoshoz csak a betegágy melletti gyakorlat szükséges. Aki elmegy kutatónak, annak pedig többet nem kell egészségügyi ellátásban részt vennie vagy, vagy, vagy szerepelnie, és csak azzal az oldallal foglalkozik, ezért nem értik egymást nyelvét. Ma el lehet mondani, hogy jó tudományos ismeretek nélkül nem lehet valaki jó orvos. Azt hiszem, hogy a 21. századnak ez a legnagyobb üzenete, azaz, az orvosok szakképzésébe mindenképpen be kell vonni a tudományt, mint aktivitást, és meg kell tanulnia minden orvosnak azt, hogy hogy tud -e a tudományos adatok között keresni, és hol tudja kritikusan megtalálni azt az eredményt, ami azonnal beviheti még akár aznap a betegei javára. Melyek azok a területek, amelyekkel bővül ez a modell? Tehát mit alkalmaznak ahhoz, hogy mindenki mindent értsen és jól lásson a rendszerben? Talán az egyik legfontosabb dolog, hogy az a fajta elszakadás, ami történik az orvos egyetem után, mint az előbb is említettem, hogy valaki vagy kutató lesz, vagy orvos, de nincs átjárás a kettő között, közös platformra, úgymond hibrid képzésre kell hozni. Tehát a szakképzés is lehetővé kell tenni, hogy a szakképzés és a PhD együtt, Lehessen végezni. Egyébként erre külön-külön jogszabályok, különböző útvonalakon lehetőséget adnak, de ezt egyértelműsíteni kellene, hogy bizony az orvosoktól is elvárt a tudományos tevékenység. Tehát az egyik ilyen dolog, ami egyébként most már Magyarországon is elindult, hogy közös képzést létrehozni. Most a legnagyobb effektivitással egyébként a Szemmelweis Egyetem indította el ezt a programot. Idén már 90 olyan orvos, dietetikus, gyógytornász, pszichológus, tehát a betegellátás minden szakterületében levő fiatal kolléga Fogja megtanulni ezt a módszertan, és bízunk benne, hogy, hogy Magyarországon is ez egyre nagyobb mértékben fog elindulni. Emellett természetesen betegklubokat kell létrehozni, és a betegek oktatását is meg kell oldani. Igen, mert hogy itt jön a, a másik kép, lett, hogy, hogy a betegeknek is tudniuk kell erről a módszerről, hiszen mégiscsak ők állnak az oldal másik végén. Hogyan lehet őket bevonni ebbe? A betegek oktatása azt hiszem, hogy rendkívül fontos. Ma azt lehet mondani, hogy a betegek oktatását csak akkor végzi valaki, ha abból anyagi haszonszerzése van. Azt hiszem, ha bekapcsoljuk a televíziót, és a gyógyszer, meg a táplálkozási ö, ö, anyagoknak a reklámjai volt tele van minden. Tehát akkor próbáljuk oktatni a betegeket, ha egyéni haszon van benne. Ezen már túl kell lépni a 21. században, és úgy is kell oktatni, hogy nincs belőle anyagi haszon. Azt hiszem, hogy a COVID-járvány az egyik legjobb, ami rámutatja a példát, hogy hiába van, vakcinánk hiába van felfedezve, ha a lakosság nem érzi annak a súlyát, nincs tudatában azzal, hogy tulajdonképpen nem csak önmagát, de egy egész társadalom egészségét veszélyezteti azzal, ha nem oltatja be magát. Tehát ez egy tipikus példája annak, hogy rendkívül komolyan kell venni a betegek oktatását, és ha már a Covid-ról beszélünk, akkor itt tényleg muszáj, hogy elhangozzon, hiszen nem bírja ki az ember, hogy nem mondja, hogy tényleg mindenki vegye föl a védőoltást, mert ez az egyetlen esélye a társadalomnak arra, hogy ettől a vírustól megszabaduljunk. Ugye a Nature cikk az eredményekre fókuszál, például arra, hogy ezzel költségeket lehet megtakarítani a gyógyításban. Mégis milyen módon, hogyan? Az teljesen természetes, hogyha ha jobb minőségű ellátás biztosítok, akkor a betegek gyorsabban gyógyulnak, és kevesebb szövődménye lesz. Ebben a közleményben rámutattunk arra, hogy például az egyik betegség típusban, a heveny hasnyámri gyulladásban, ha minden olyan adatot felhasználunk tudományos eredményt, tudást, ami ma elérhető, akkor általánosságban két nappal lehet növel, csökkenteni a bentfekvés idejét, 40-50 kal lehet az antibiotikum csökkenteni, lehet csökkenteni a betegek intenzív osztályon eltöltött idejének hosszát, lehet csökkenteni a halálozást, nyilván ezek együttes eredője, ez sokkal költséghatékonyabb ellátást hoz. Ebben a betegségcsoportban például ez a módszertan önmagában 25%-os direkt költségcsökkentés hozott. Azért is emelem ki a direkt szót, mert nyilván hosszú távon például, ha nem akalakul ki cukorbetegség vagy más szövődmény, akkor még olcsóbb az ellátás. Miért fordult e felé a módszer felé, professzor úr? A Szegedi Egyetemen kezdtem a pályafutásomat, jelenleg is a Szegedi Egyetemnek is egyetemi tanára vagyok, és főként alapkutatással indultunk. Rengeteg olyan kutatási eredményünk volt, amit láttuk, hogy nagyon jó, azonnal be lehetne venni de nem tudjuk visszavinni a betegekhez, mert a módszertan nincs meg hozzá. És ezért 2012-ben már az MTA lendület pályázatában ezt tűztük ki célul, hogy ezt mindenféleképpen ki kell dolgozni, ezt a módszertan, úgyhogy 2012 től kidolgoztuk a módszertant az MTA STL lendület kutatócsoportban, a modellt Pécset teszteltük a Pécsi Tudományegyetemen, aminek az eredményeiről be is számoltunk, és most remélhetőleg az egész országban ez a program el tud indulni. Elkészítették a Nemzeti Transzlációs Medicina programot, ez egy ilyen 500 oldalas dokumentum, ha jól tudom. Hogyan lehetne a döntéshozókat meggyőzni arról, hogy, hogy ez, egy, ez egy általános módszeré váljon? Nem egyszerű azért természetesen, hiszen változtatni dolgokon, pláne olyanokon, amelyek esetleg a jelenben stabilitást biztosítanak, azonban jövőbe csak. Soká lesz meg a haszna, a döntéshozókat erre rávenni nagyon-nagyon nehéz. Jelenleg két minisztériumban, az EMI-ben és az ITM-ben is bent van az anyag. Nagy öröm számunkra, hogy az ITM egyből lépett egyébként, hiszen megnövelte a PhD hallgatók lehetőségének számát ebben a modellben. Várjuk azt, hogy a minisztériumok mikor ö, jelentkeznek arra vonatkozóan, hogy egy részletesebb tárgyalás legyen, hiszen azt azért látni kell, hogy lehet, hogy kényelmes a mostani finanszírozás, hogy az úgynevezett volumen típusú finanszírozás, hogy fix volumen után jár, betegellátás után a költség. Én azt hiszem, hogy a tudományos világban a 21. században ezt az angol nyelv úgy hívja, hogy value-based, tehát a megfelelő minőségi ellátás finanszírozásának az át, Történő áttérés úgy gondolom, hogy megkerülhetetlen. Nagyon hiszek a módszerben. Mennyire adható át a kollégáknak, a döntéshozóknak ez a hit ön szerint? Én úgy gondolom, hogy a COVID-járvány rádöbbentett mindenkit ma Magyarországon is, hogy mennyire fontos a tudomány. Gondoljunk bele, nem lenne vakcinánk, még mindig belennénk zárva a szobában, és a vakcinát is a tudomány hozta elő, illetve egy csomó megszorítást, vagy karantén és egyebeket is, mint tudományos eredmények alapján hozta meg a társadalom. Én azt hiszem, hogy ez rádöbbent mindenkit arra, hogy a tudomány ma a mindennapi életben megkerülhetetlen, és ahogy többször említettem, nem csak a közlekedésben megkerülhetetlen ma a GPS, de a betegellátásban is a tudomány. Reméljük minél hamarabb ez át fog törni azokon a személyeken is, akik esetleg most még nem látják a tudománynak e az ekkora erejét a betegellátásban. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Hát legyen így. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.